Sziasztok, én Cianidatil vagyok, és egy nagyon aranyos kis applikációra szeretném felhívni a figyelmeteket, ezt teljesen legálisan tudjuk használni. Die Rebek az egyik fórumon ki is jelentette, hogy az applikáció használata semmilyen negatív befolyással nem lesz a játékosokra, tehát teljesen legális, a Reddit fórumon is reklámozzák. Ez már körülbelül egy éves applikáció, aminek a lényege az, hogy amikor relikeket nyitogatunk, akkor nagyban segít bennünket, hogy azonnal meglássuk, hogy melyik itemnek mennyi az ára. A lényege az, hogy első körben a Warframe.marketen egy akkuntot kell készítenünk magunknak, ahol be tudunk logolni. Ezután tudjuk megszerezni az applikációt. Hát az applikációt előtte is meg tudjuk szerezni, de kell hozzá a Warframe.com-on az akkuntunk. Az applikációt a következő helyről tudjátok megszerezni. Miután megcsináltuk a Warframe.marketen az akkuntunkat, itt fönt a keresőbe beírjuk ezt a wfinfo.warframestat.us, a linket majd be fogom tenni a videó alá, tehát innen közvetlenül mindenki el tudja majd érni, és letöltjük magát az applikációt. Az applikáció telepítése igazából nem térnék ki, nem különösebben egy nagy téma. Exe file formájában fogjuk letölteni, telepítjük. Előfordulhat, hogy a Windows tűzfalunk vagy a tűzfalunk engedélyt fog kérni arra, hogy ez kommunikáljon. Miután elindítottuk az applikációt, itt ennél a résznél itt be kell rogoljunk ugyanazokkal az adatokkal, mint ami a Warframe.com-on megadtunk, tehát e-mail címnek és jelszónak egyeznie kell, ugyanis ez konkrétan a Warframe Markettel együtt dolgozik. Itt a fogaskeréknél vannak a beállítások. Ha rámegyünk a beállításokra, akkor itt be tudjuk állítani magát a játékot, vagy hogy a játék közben is akarjuk-e használni, vagy ablakmódban, vagy hogy gomb nyomásra jöjjön elő, tehát hogyha mi akarjuk. Én ezt beállítottam teljesen automatikusra. Ha azt szeretnénk, hogy automatikusan működjön, akkor itt ezt az alsó kettőt ki kell pipálni. Egyébként maga a kereső teljesen jól működik in-game-ben is, mert hogyha ide rámegyünk, akkor itt kapunk egy ilyen keresőt, ahol például be tudjuk ütni a komplett akár minket is, tehát itt kapunk statisztikákat átlag árakról, hogy melyik szetnek mi az ára, milyen fegyver szetnek mi az ára, és így tovább, és így tovább. Tehát itt is működik, itt Hide-olt van a vault warframe-ek, de ezt is ki tudjuk venni, és akkor az összes warframe-nek a szetjének az átlag árát fogjuk látni. De hogy mire is akartam kérni, hogy miért jó ez az applikáció önmagában, arról mindjárt szó esik. Nem mellesleg, hogyha vannak eladó relikjeink, akkor itt erre a reaktantra klikkelve itt láthatjuk a keresett relikeket és azoknak az átlag árait, és hogy radiantosan mennyiért lehet őket eladni darabját. Tehát ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Miután kinyitottuk a reliket, ha automatikusra van beállítva, akkor automatikusan felismeri az itemeket és ki fogja írkálni a platinum értékét, tehát az átlag értékét, amit jelen pillanatban a Warframe Marketen lehet értük kapni. Tehát amellett, hogy megtudjuk, hogy mennyi a dukát értéke, nyilván nem mindig a legmagasabb dukát értékű a legértékesebb platinum szempontjából. Ha valakinek nem működik automatikusan, akkor a print screen gomba az alapértelmezett billentyű, amivel elő lehet hívni, amikor már tudjuk, hogy milyen itemeket kapunk. Nekem jelen pillanatban valamiért csak ablakos módban volt hajlandó működni, ha full screenben ment a játék, akkor nem volt hajlandó előjönni. Ennek az okát még keresem, még nekem is új egyébként ez a program. Ajánlom figyelmetekbe, pláne hogyha valaki szeret trédelgetni, akkor jól fog neki jönni. További jó játékot kívánok nektek, sziasztok!